Szép jó napot kívánok mindenkinek. Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket ezen a konferencián, ami egy szerintem egy nagyon csodás esemény, és nagy örömömre szolgál. Én Kunhalmi Ágnes vagyok, az MSZP frissen megválasztott társelnöke, és örömömre szolgál, hogy itt a székházunkban láthatjuk Önöket vendégül, és megtarthatjuk ezt a csodálatos konferenciát. Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm az előadókat, és hát megkülönböztetett tisztelettel Hajdú Tibor urat, aki miatt mi mindannyian összegyűltünk. Nem szaporítanám a szót, készültem egy pár perces beszéddel, fogadják ezt tőlem. Tehát tisztelt Hajdú Tibor, tisztelt konferencia, tisztelt ünneplők. Fontos, jelentős nap a mai, amikor egy 90 éves történészt ünneplünk, aki a mai napig aktívan műveli tudományterületét. Hiszen nem csak előadások hangzanak el tiszteletére, hanem azokra tudományos kutatóként reflektál is. Újra meg újra kifejti a magyar történelem egy meghatározott korszakáról vallott nézeteit. Hajdú Tibor hatalmas életművel rendelkezik. A 20. századi történelem számos területét érintette kutatásaival. Munkásságának középpontjában az 1918-19-es időszak, s annak talán legkiemelkedőbb személyisége Károlyi Mihály életútja, illetőleg az akkori eseményeket megelőző első világháború állt. Hajdú Tibor első két nagy műve az 1918-as őszi rózsás forradalomról, illetőleg a tanácsköztársaságról szólt, melyek az 50. évfordulóra jelentek meg, máig meghatározó jelentőségű, ahogy a szakmai körökben mondják, referencia munkák. Igazi tudományos hírnevet számára aztán Károlyi Mihályról írt 1978-ban megjelent nagy monográfiájában, és ezt hozott neki igazán jelentős áttörést. Emű akkor született, amikor Károlyiról már, és még lehetett, miként ezt Romsics Ignác egy 2012-es könyvbemutatón megfogalmazta, a professzionális történetírás követelményeinek megfelelő kötetet írni. Azért már, mert Károlyi addigra elismerten a magyar progresszió kiemelkedő személyiségének minősült, és azért még, mert akkor nem jelenhettek meg olyan művek, amelyek nem a történelmi tényeken, hanem a történelmi bűnbakképzésen alapultak. Ez utóbbiak ellen lépett fel Hajdú Tibor 2012-ben megjelent, szintén Károlyi Mihályról szóló kis monográfiájában is. E könyvbemutatón a szerző úgy fogalmazott, hogy Károlyi Mihálynak jelentős szerep jutott a történelemben, rá bűnbak szerepet aggattak, bűnbakra a tragikus helyzetekben mindig szükség van. Hajdú Tibor alapvető kutatási területe az 1918-19-es időszak, a modernkori magyar történelem igazi fordulópontja. Mint szerzőtársával Polman Ferenccel 2014-ben megjelentetett könyvének címe is jelzi, ekkor szűnt meg a régi Magyarország, mely 1914 és 18 között utolsó háborúját vívta. Azóta több mint 100 év telt el, egymást követő válságokkal, rendszerváltásokkal, olykor hosszú életűnek tűnő, ám mégsem tartós konszolidációkkal. Az akkori nagy fordulat talán szükségszerűen járt ilyen következményekkel, melyek napjainkig hatnak. Most 2020-ban a köztársaságpárti erők egy olyan kormányváltásra készülünk, mely egyben egy újabb korszak és rendszerváltás is. Ennek megalapozása nem csak jelenünk, hanem múltunk mély ismeretét is igényli. Hajdú Tibor munkássága ehhez nyújt számunkra felbecsülhetetlen tudást. Egész életét a történelmi valóság megismerésének a szükségszerű kritikus szemléletmód érvényesülésének szentelte, és ma is szenteli, melyben szerves egységet alkot az igazságkeresés, akár saját korábbi álláspontjának felülvizsgálatával is társulva, és a társadalmi haladás, a progresszió iránti elkötelezettség. Az MSZP a magyar baloldal számos történelmi eredményét, hibáját és esetenként bűneit is felismerve
alapvető jelentőségűnek tartja a tudományos igazság keresését, a kutatás szabadságát, autonómiáját. Ez szolgálja a nemrég létrehozott Szociális Demokráciáért Intézetünk, mely e tevékenységét a Villányi úti épületünkbe kényszerűen beköltöző politikatörténeti intézettel együttműködve végzi. Az MSZP egyik alapvető jövőbeni feladata a baloldali emlékezett politika kialakítása is, mely a történészek által megalapozott tudományos igazságokra, tényekre, összefüggésekre, tudományos eredményekre épül. Ebben sok közös dolgunk lesz. Végezetül e napon magam és az MSZP nevében kívánok Hajdú Tibornak jó egészséget és még sok-sok tudományos munkával töltött évet. A mai napra pedig eredményes és nagyon izgalmas tanácskozást kívánok. Köszönöm.